Az előválasztáson való online részvételre buzdítja a külföldön élő magyarokat a Momentum. A párt elnöke és európai parlamenti képviselője 6 európai nagyvárosban találkozott külföldre vándorolt magyarokkal, valamint uniós miniszterelnökökkel és biztosokkal, akikkel Magyarország jövőjéről is egyeztettek. A stúdióban Cseh Katalin és Fekete-Győr András. Így van, Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője. Jó estét, Fekete-Győr András pedig nem elég, hogy elnöke, de miniszterelnök jelöltje is a Momentumnak. Jó estét. Jó estét kívánok. Amikor 2 hete, 3 hete mondta, hogy megy európai körútra, akkor még egyáltalán nem látszott az, hogy a pedofil törvényből mi lesz. Mennyire változtatta meg ezt a körutat az, ami azóta ez ügyben történt, és annak a visszhangja, ennek a törvénynek a válaszmondatai, amiket az Európai Unióból kaptunk? Nagy mértékben. Tehát arra mi nem számítottunk, hogy külföldre megyünk, és a belga miniszterelnöktől kezdve az uniós biztosokon át egészen a németekig és hollandokig mindenhol szivárvány színű zászlóval fognak minket várni, és az első beszélgető téma az az lesz, hogy hogy képzeli ezt a magyar kormány, hogy ilyen alapvető európai uniós értéket, mint egyébként a tolerancia, az ilyen szinten a sárba dob. Mennyire tudnak különbséget tenni a között, hogy magyar politikus és magyar kormány? Kérdezem azért, mert ugye szivárvány színű zászlóval fogadják önöket, tehát mintha meg akarnák mutatni, hogy ők hova tartoznak, hogy ők hova állnak ebben az ügyben. Hát önökkel szemben minek mutatják meg? Hát önök azon az oldalon állnak, gondolnám én, ők tudják? Mi ezen dolgozunk, amióta megválasztottak minket az Európai Parlamentben, hogy megmutassuk azt, hogy van egy másik arca is ennek az országnak. Egy európai, toleráns, tisztességes, elfogadó arca. És én úgy gondolom, hogy egyértelművé tettük ezen az úton is, hogy amit Orbán Viktor képvisel, az nem a magyar emberek összességének a véleménye. Az, hogy egy szimbolikus kiállás, vagy csupán a hétköznapok része az, hogy a Pride hónapban kint van egy szivárványos zászlóm, ez bármitől lehet. De én örültem tényleg ennek a szolidaritási kiállásnak, el sem tudom képzelni, hogy mennyire örülhetnek azok a fiatal magyar LMBT emberek, akik most egy borzasztóan nehéz helyzetben vannak. Ha ők látják majd ezeket a képeket, akkor látják azt, hogy nincsenek egyedül. Vagy idősebbek, akik meg ezt úgy élik meg, hogy az már egyszer megvolt az életükben, még hajdanában, hogy menekülni kellett, megbujkálni, és akkor most mi vár rájuk. De talán ez nem. Viszont amikor találkozik egy miniszterelnökkel, miniszterelnök jelöltként, azért ez egy új helyzet. Az milyen helyzet? Írja már le nekem, hogy milyen, amikor leül egy miniszterelnökkel tárgyalni. Az igazán vicces és egyébként nagyon felemelő helyzet az volt, amikor lent vártuk a miniszterelnök úr, tehát a belga miniszterelnök úrnak a titkárát, vagy kabinetfőnökét, és akkor az a poénkodtunk, hogy ja, majd jön a miniszterelnök hozzánk le a portához, persze. És megjelent a belga miniszterelnök lent a portánál, tárt karokkal fogadott. Mégse a titkár menjen, hát igen. Mégsem, és vele sétáltunk fel az irodába, és akkor az ember neki így eszébe jutott az, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor a várba bezárkózva, elbarikádozva, Karmelita kolostorból próbál uralkodni, meg sötétített üvegű autókon. Hát a vendégeiért lehet, hogy ő is lesétál. Nem hiszem, de azt látom, hogy Nyugat-Európában máshogy mennek ezek a dolgok. Egész egyszerűen a földhöz vannak ragasztva ezek az emberek, ott közvetlenek, és pont a miniszterelnök egyébként egy magyar vizslát fog Magyarországon majd örökbe fogadni, úgyhogy ez volt az első kezdő téma, és a belga kormány volt az, aki kezdeményezte azt a petíciót, amit az Európai Bizottságnak nyújtottak át, miszerint kötelezettségszegési eljárást kell Magyarország a magyar kormánnyal szemben kezdeményezni a homofób törvény miatt. Mit akartak elmondani eredetileg ezeken a tárgyalásokon? Mert azt érzem, hogy egészen más tárgyalások lettek ebből, meg megbeszélések, mint aminek szánták. Szerintem ez egy nagyon fontos eleme annak, amit mi képviselünk itt a miniszterelnök jelölti kampányban és meg Európában is, az, hogy mi a párbeszédben hiszünk, mi szeretnénk elmondani azt, hogy mi hogyan látjuk a világot, hogy mi hogyan küzdünk itt Magyarországon, például a korrupció ellen, és hogyan szeretnénk elérni azt, hogy Európában is érdemi kiállás történjen végre, amikor Orbán Viktor és kormánya rendszeresen megsérti az uniós jogot. De ugyanakkor ők a barátaink is azért. Mi egy politikai pártcsaládba tartozunk, mi is támogatjuk egymást, mi momentumos képviselők is támogatunk sok olyan ügyet, ami ezeknek a pártoknak, biztosoknak fontos a parlamentben. Szóval itt én azért kicsit úgy éreztem, hogy persze fontos emberekkel találkoztunk, de azért egy kicsit haza is értünk. Meg hát amit egyértelművé tettük, az, hogy 2022 után csatlakozni fog az új kormánya az európai korrupcióellenes ügyészséghez, és az európai adófizetőknek azt az üzenetet fogjuk ezáltal küldeni, hogy a pénzük Magyarországon biztonságban lesz, és arra fogjuk elkölteni, amire egyébként ők elvárják, hogy elköltsük. A Magyarország jövőjébe kell befektetni, iskolákba, kórházakba, munkahelyekbe, infrastruktúrába. Azt szerintem mi is elvárjuk, hogy erre költse a magyar kormány. Ezt mi is elvárjuk, így van. A másik pedig az eurozónához való csatlakozás, tehát azért mégiscsak ez egy az uniós szerződésekből fakadó kötelezettségünk, de egyébként vágyunk is nekünk, hogy ott üljünk a legbelső asztalnál mi magyarok, ne pedig valahol a periférián, Vladimir Putyin karjai közelében. És ezek olyan üzenetek, meg olyan állítások, amik nyilvánvalóan egy nyugat-európai ország vezetőjének fontosak. Azt az elköteleződést látják, amit egyébként szeretnének látni ők mindenkitől. Egy dolog meglepett viszont, ön is aláírta a többi miniszterelnök jelölttel együtt azt a dokumentumot, ami egy kiállás voltak éppen a jövő Magyarországa mellett szemben a pedofil törvény által sugalt Magyarország képpel. De ott volt egy mondat, amiről mi itt 2 napja beszélgetünk, ma még nem esett szó róla. Ami arról szól, hogy Orbán Viktor kinyilvánította volna azt, hogy ő kivezeti Magyarországot az Európai Unióból. De hát ilyet ő soha életében nem mondott, most sem. Ha megnézzük az egész Orbán kormánynak az elmúlt éves, vagy elmúlt hónapokban történő működését, akkor nézzük meg, hogy honnan vesz fel hitelt az Orbán kormány. Hát Kínától, meg az oroszoktól. Nézzük meg Matolcsy György jegybankelnöknek, Orbán Viktor egyik jobb kezének a nyilatkozatait, hogy nekünk nem kell euró, mert az a nyugati világ hanyatlásához vezetett minket hozzá. Nézzük meg, hogy a magyar civil törvényt, vagy a homofób törvényt, amit most látunk, vagy a CEU-val kapcsolatos törvényt, milyen mintára vezette be az Orbán kormány? Vladimir Putyin orosz mintájára. Tehát ezek, ha összerakja az ember a puzzle-t, akkor abból nem az jön ki, hogy ez a kormány, ez nem nyugaton, Európában keresi a mintát, a példát, hát és a szövetségeseket. Ez egy halad most, viszont az a nem is petíciót mondtam majdnem, de hát hiszen az nem az, az egy értéknyilatkozat. Az meg kijelentő módban fogalmaz, és erről beszélgettünk itt az elmúlt napokban, hogy ez így ebben a formában furcsa. Orbán Viktor mindig elmondta, hogy ne arra figyeljenek, amit mond, hanem amit tesz. Én most felsoroltam 4-5 olyan tettet, ami elég egyértelmű elköteleződés kelet felé. Mi magyarok pedig nyugaton képzeljük el nem csak a hazánkat, de a jövőnket is, már több mint 1000 éve. Cseh Katalinhoz fordulok, találkoztak kint élő, ott élő magyarokkal, mindenfelé ott élő magyarokkal, amerre jártak. Milyen a hangulatuk? Mennyire akarnak részt venni egyrészt a szavazáson 22-ben? Mennyire érzik azt, hogy ide tartoznak akkor is, ha ott élnek? Én nagyon régóta nem éreztem ilyen nagymértékű bizakodást és optimizmust. Én tényleg azt látom, hogy a külföldi magyar közösségben is ott van az az energia, az a lendület, hogy itt van most az a lehetőség, hogy végre jobb helyre tudják tenni Magyarországot, hogy elérhető legyen Magyarországon is az az európai életforma, amit ők külföldön megszoktak. De nagyon sokan közülük amúgy haza szeretnének jönni. De egy olyan országba szeretnének hazajönni, ahol egyrésztről tisztességes munkáért tisztességes bért kapnak, illetve ahol nem a gyűlölet és az uszítás árad, hanem a szeretet és az elfogadás. És most egy olyan történelmi pillanat van, amikor az ellenzék jövőre igenis győzhet, és vissza tudja vezetni Magyarországot azoknak az államoknak a közösségébe, ahol európai életszínvonalon, európai törvények mellett lehet élni. Sokan félnek, hogyha az ellenzék győz, akkor pont a szeretet és elfogadás lesz az, ami a legkevésbé lesz a következő hetek, hónapok hangvétele, mert hogy ugye nyilván itt mindenki a másikra mutogat majd. Erre mit mondanak? Hogy lehet itt szeretetet és elfogadást? Ez a Fidesz győzelmétől tartanék, hogy a szeretet és elfogadás akkor minden mértékben ki fog veszni ebből az országból. A külföldre vándorolt magyarok is, ahogy az itthon maradtak, és arra vágynak, hogy társadalmi béke legyen. Hogy ne taszítsunk ki senkit se a nemzeti közösségből, hanem próbáljuk meg együttműködni, érvelni és vitázni. És volt egy érdekes élményem Berlinben, ott egy 55-60 éves házaspárral találkoztam, akik Magyarországon dolgoztak tavaly év végéig. Az egyikük egy színházban volt sajtóreferens, a másikük pedig a Magyar Propaganda TV-nek egy ilyen beszállítója volt. Mind a ketten ott hagyták a munkahelyüket, ugye a kultúrával szembeni fideszes támadások miatt, és most kint dolgoznak, az egyikük pékként, a másikük pedig cukrászként, és jól érzik magukat. És ők egyébként haza fognak jönni, ha kormányváltás lesz, de jól érzik magukat, az az igazság külföldön, mert nekik az kellett, hogy legyen kint béke, meg legyen kint megértés, és hát jobban is keresnek cukrászként, meg pékként, mint itt Magyarországon. Reméljük, hogy egyszerűen is jól érzik majd magukat, mint ahogy mindannyian. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen.